10 aranyéremmel zárták a magyar versenyzők a budapesti kickbox világkupát, ezzel a 38 ország 2600 versenyzőjét felvonultató világkupa éremtáblázatán Magyarország végzett az első helyen. Vendégem Görbics Gábor, a 67 kg-os súlycsoport bajnoka fullkontaktban és edzője, egyben a szövetség alelnöke Juhász Gábor. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gábor, gratulálok, de azt gondolom, hogy ez neked talán nem is ez volt a legnagyobb siker, ami ebben az évben így a te számládra írható, hanem volt egy kiemelkedő esemény, ez a Profi Európa Bajnokság. Te hova teszed nagyon, még először, akkor is? Is nagyon szépen köszönöm. Profi Európa Bajnokságot egyszer már volt lehetőségem még 2010-ben Helsinkibe megszerezni az övet, akkor egy nagyon szoros mérkőzésen kikaptam pontozásra. Most hál' Istennek megint idegen pályán Franciaországban, Lyon város, nem, hol is volt, gyorsan akartam mondani. Hol is volt a meccs? Marseille-ben. Volt a meccs, és hál' Isten sikerült elhúrítani az övet, és azért kedves nekem a hazai világkupa, mert ezt még sosem nyertem meg a budapesti világkupát, úgyhogy az is egy új dolog volt. Tehát ugyanolyan jó magas szinten van mind a kettő. Ennyire jók vagyunk kickboxban, hogy 10 aranyérem legyen a magyaroké? Igen, egyértelműen most már hosszú évek óta Magyarország a világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon mindig az első, második helyen végez összesítésben. Az oroszok azok, akik meg tudnak minket szorongatni, miközben több mint 120 országban van jelen a sportág, és sok millióan űzik versenyszerűen. Magyarországon az edzői munkának, a versenyzői hozzáállásnak köszönhetően ott tartunk, hogy most is sikerült megnyerni. Ezt akartam kérdezni, hogy mi a titok emögött, hogy ennyire jók vagyunk. De ugye Gábor, te ökölvívóként kezdted annó a sportos pályafutásodat. Mennyit tudtál abból áthozni, és mennyire volt nehéz váltani? Nagyon sokat át tudtam belehozni, de azért egész más, amikor a figyelembe más, meg kell tanulni, ugyanúgy akár egy balegyenest, ugyanúgy meg kell tanulni a láttechnikákat, meg egy-egy technikával lehet ugye akár hamarabb befejezni a mérkőzést. Úgyhogy én valójában egész más, de rengeteg hasonlóság van. Én össze tudtam egyeztetni, hál' Istennek. Sokan nem tudják, nekem sikerült, de ugye már érdekelt. Mi az, ami Gáborban ennyire jó? Mi az erénye, hogyha lehet így fogalmazni, és mi az, amiben még akár fejlődhet is? Gábornak szerintem a legnagyobb erőssége a megküzdési képessége. Tehát nagyon-nagyon jók az akarati tényezői, és az edzéshez való hozzáállása is, tehát a Gábor nagyon szorgalmas, heti 8-10-et biztos, hogy edz, vagy többet, és át tudja vinni a ringbe, tehát nem csak edzésmenő, hanem versenymenő is, ahogy szokták mondani. Most a világkupán is több mérkőzést úgy tudott megfordítani, hogy a végén még az ellenfél vezetett, és gyakorlatilag az utolsó 15-20 másodpercben sikerült megfordítani a mérkőzést. Ez egyértelműen annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon akarja a győzelmet, és erre nem görcsöl rá, hanem végig higgadt tud maradni. Szerintem ez a legnagyobb előnye. Fejlődési irányban a lábnak a hajlékonyságát kell fejleszteni, nyújtunk sokat azért, hogy könnyebben menjenek a lábtechnikák is. Hogyha már a világkupát említettük, akkor hogyan készülsz az ellenfelekre? Videókat nézel, és már tudod, hogy előre ki lesz az, akire majd jobb oldal kell figyelni, vagy azért ennyire nem gondolkozz előre, hanem mindig az adott szituáció az, ami mindig, a mindig érdemes előre gondolkozni, nagyjából ismerem a mezőny, persze mindig bejöhet egy-egy új veszélyes figura. Hál' Istennek most ez esetben valakiről van felvétel, valakiről nincs, ugye meg ez egy torna amatőr verseny, mondjuk indulnak 20-10 akárhányan, és a sorsoláson múlik, hogy kivel fogok összetalálkozni, kivel fognak összepárosítani, és előtte lévő nap ugye már tudom, hogy ki lesz az ellenfél, mert akkor megvan a párosítás, és akkor ha nem ismerem, akkor ha van róla anyag, akkor belenézek, ha meg ismerem, akkor is belenézek, és átgondolom, hogy esetleg akkor boxoltam ellenük, vagy úgymond harcoltam ellenük. Most ez esetben minden két esetben úgy igaz volt, mert a norvég srácra is mentem már a világbajnokságon, meg a lengyel srácra is mentem egy másik tornán. Mind a kettőket ismertem, emlékeztem, hogy mit boxoltam velük ezelőtt, de ennek ellenére még megnéztem róluk felvételt, hogy mit csinálnak, egy kicsit felfrissítsem az emlékeket.
Melyik volt a legnehezebb meccs, amit úgy éreztél, hogy igen, azért ez, ebben nem várt fordulatok is voltak, és tényleg nagyon oda kellett koncentrálnod? Most igen, itt a világkupán. Uh-huh. Itt a világkupán a norvég srác az volt a nehéz vele, hogy egy akit felhúznak, és nem fárad el, és végtelen kondi, és sütvág, szóval ő teljesen dominálni akar, és ez egy feladta a leckét, hogy mit is csinálják el, most, hogy domináljam le, mert hogy gondolom feltételeztem, hogy hátrafelé nem tud boxolni, de olyan rettentő erős volt, hogy nem tudtam mindig irányítani, ezért úgymond kivártam, és én sokkal kevesebbet tűröttem, de a pontos találatokat húztam meg, és úgymond kiütettem a felezékem által őt, mert rengeteget dolgozott szerintem fölöslegesen, és a második menet végére már el is fáradt, ezért a második menet végén már vezetett 5 ponttal, de a harmadik menetre ezt a előnyét meg tudtam változtatni a javamra. Úgyhogy bevált a taktika, hál' Istennek, de ez egy rettentő erős srác, és a világban is ugye a harmadik helyezést ért el, úgyhogy meg a világban is pont vele kerültem össze. Mennyire tudja ilyenkor a magyar csapat buzdítani egymást? Mennyire van időd ilyenkor? Persze természetesen a saját meccsedre koncentrálsz, de utána vagy előtte. Hát mennyire tudtatok figyelni egymásra? A figyelmem vagy a fókusz az bent van ringbe, az ellenfelem meg magamon, és akkor kívülről jó esik az edzőre figyelek, őt külön meghallom, hogy miket mond nekem a sarokba, ugye taktikai vagy technikai utasítást, és akkor jó esik kívülről is, hogyha meghalok egy biztató szurkolást. Te tudtál szurkolni utána a többieknek, amikor te már végeztél? Persze. Tehát mentek ilyenkor? Leketre kiabáltam, hogy itt a csapattársaknak is, és akármelyik magyar honfitársnak, sőt még külföldinek is szurkoltam, aki nem magyar elment természetesen. Hogyan vizsgázott a rendezés ezen a világkupán? Mindig nagyon fontos, hogy ha a sportdiplomáciát nézzük, akkor ne csak a versenyzőink legyenek jók, hanem ugye ami körülötte van, akár egy ilyen verseny szervezése is. Az összes külföldi versenyző és edző, akivel beszélgettünk, dicsérte a szervezést. Egyrészt ez betudható annak, hogy a novemberi világbajnokság után mi rögtön elkezdtünk, és minden héten több alkalommal, sok órán keresztül összegyűltünk a szervezőbizottság tagjaival, és folyamatosan újra és újra átgondoltuk az egész rendezésnek és az egész lebonyolításnak a menetét, egy folyamatábrát állítottunk fel, és azon rendre újra és újra vissza, vagy végigmentünk, és a visszajelzés nagyon pozitívak voltak, mindenki azt mondta, hogy ez a legjobb világkupa. Egyébként úgy néz ki, hogy létszámban is idén már ez lett a világon a legnagyobb létszámú világkupa, tehát azért jönnek el a külföldiek, mert szeretik azt, hogy minden időben kezdődik, centire pontosan ki van minden számolva. Most 12 tatamin és 3 ringben folytak a küzdelmek, és ezt egy elektronikus rendszer segítségével sikerült úgy összehangolni, hogy mindig mindenki tudta, hogy mikor következik, és minden akkor történt, amikor mondtuk. Hát akkor ez jól sikerült valóban. Mi jön még? Gondolom azért a szezon kellős közepén vagyunk, tehát nem lehet azt mondani, hogy most akkor hátradőlsz és jön a pihenés, meg amúgy sem egy ilyen típusú versenyző vagy. Milyen versenyek következnek pont majd erre most? Kell magamra odafigyelni, hogy néha sok, néha több a kevesebb, hogy muszáj pihenni a regeneráció szempontjából, de most másodikán lesz egy profi mérkőzésem a Madárfészek Akadémián, úgyhogy bárki, aki akarja, az meg tudja nézni. Mondjuk ez egy más szabályrendszerben lesz az K1-ben. Hogy tudod egyébként ezeket a szabályrendszereket össze-vissza cserélgetni? Tehát magadban is azért, mikor versenyzel, hogy nem egy olyan rúgás, ami ide nem fér bele? Az olyan dolog, hogy most megbeszéljük, hogy most még szkanderozunk, akkor nem adok egy pofon, mert tudom, azok a szabály. Ez egy olyan dolog, hogy ha most azt mondjuk, hogy csak ütni lehet, akkor ütünk. Ha most csak lókikre, egész más, mindegyik szabályrendszer kicsit más, de akkor ugye az gyakorlom, arra figyelek. De meg tudod állni, hogy akkor oké, most full kontaktot, most oda csapok, akkor most utána pedig vissza kell fognod magad? Ez eszembe se jut, hogy most akkor tudom, hogy arra készülök, és ennyi az egész. Ugye már az elején, a beszélgetésünk elején megemlítettem ezt a profi Európa-bajnokságot, azért ez egy váratlan felkérés volt, nem? Mennyire lehetett erre, hogy hogyan jött ez a felkérés egyáltalán? Visszalépett az egyik versenyző, aki ki volt jelölve erre a címérkőzést, és akkor
jelezték a Világszövetségnek, hogy egy másik komoly kaliberű versenyzőt szeretnének kérni, és a Gábor korábban küzdősportolimpiát nyert, többszörös Európa-bajnok, világbajnoki, többszörös ezüstérmes, tehát ő az egyik legikonikusabb figurája ennek a sportágnak, és a Világszövetségtől érkezett a felkérés, Gábornak szóltunk, aki mindig készen áll egy jó küzdelemre, és akkor el tudott menni, és a helyi versenyzőt elég alaposan elverte. Fontos a pontosság, egyébként Ive ott városából, csak annyira azért kavartam meg Gábort is, mert rá egy hétre már Szebi volt egy profi box megkérdésem, úgyhogy egy hét alatt boxoltam 18 na, metert. Na látod, őszet, az kell verenni még te is. Így van, dolog volt. Már 10 meters kickbox volt, és nagyon kemény ellenfel volt, és nagyon győzni akart, és idegenben, hogy győztem, az hatalmas nagy élmény volt. És végre megkaptam azt az övet, ami egyébként gyönyörű, és már régóta vártam. És már majdnem megvolt egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, gratulálok, és hát további sok sikert erre a szezonra, azért még lesz meccs, ahogy említetted. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Szépen.